Jó, DJ Kulkaszkó vagyok, és itt a Podcastkó négykarása. Mégpedig lenne a vendégem NOR, Legendary Norba, a Criminal Beats oszlopos tagja, a Bankos és Norba, hát vágjátok. Beszélgettünk így a régi időszakokról szokás szerint, MLKK, turnék, Amíg a város alszik, Norba Nóvan lemez, különböző pop feature-ökkel, ha tudjátok mire gondolok, Karamell például. Nagyon szórakoztató beszélgetés volt, nagyon sokat nevettünk szokás szerint, és hát nagyon érdekes világszemléletet is mutat be Norba. Szerintem hihetetlen jó és pozitív vibe, amit ez a beszélgetés sugároz, úgyhogy jó szórakozást hozzá, és nem is akarom szaporítani a szót, mert még a lila köd videót kell még renderelgetni, meg még simítgatni jobbra-balra, az már valószínűleg itt lesz, mikor ezt már látjátok, úgyhogy ha nem tetétek, megnézzétek meg azt is bióval az Ultra Kellemezről. Na minden esetre nézzétek a Norbadást, állj! Ez itt a Podcastkó podcast negyedik epizódja, és a vendégem Legendary NOR a Kriminálból, illetve Atom City főpolgármestere, és lassacskán. Még az sem kizárt. Minden meg lehet. Na, dicséret. Sziasztok, minden Podcastkó nézőt. A legnagyobb szeretettel köszöntök, és hát köszöntök, és téged is, kedves Cool Krisztián, főleg, hogy Atom City sapkában vagy, pedig ezt meg sem beszéltük. Na, annyira jó egyébként, hogy nem tudom, mennyien tudják, de hogy te a Paks FM-nél műsort vezetsz, és érezni egyébként a beszélgetésekben, vagy hogy ahogy beszélsz már, hogy így egy ilyen, van benned egy ilyen rádiós, nem is tudom, hangvitel, és hallani egy ilyen, nem tudom, ilyen profi hangzód. Na, aranyos vagy, ez lehet, hogy beivódott, tehát 2 éve... rádiózom, rádiós ilyen morning show műsorvezetőként, hajnali 4:20-kor ébredvén. Jó. Na igen, hajnali rádió műsorvezetés, illetve egy szombati Atom City magazin. Igazából ennek az a történet ennek a rádiózásnak, hogy amellett, hogy ilyen borosbocskorék morning showját, ugye előszeretettel hallgattuk mindig, meg olyan melón volt Pesten is, hogy sokat autóztunk, és akkor itt szólt, és tudod, amikor valamit hozzáteszel az ember életéhez, valami szórakoztatót, így vicces sztorik, meg úgy jól elindítod az ember napját, ez mindig is vonzott. Aztán nyilvánvalóan ugye a Balázsék azok bodza közben megláttam idegen behatolókat a kapunál. Balázsék ugye a morning showzás Bentley-e számomra, tehát hogy nagyon prémium és valami. Nyilván nem lemásolva, de van, hogyha motiváció, vagy inspiráció tekintetében nyilván azért ők jól küldik nagyon szerintem. És az a sztori, hogy egyszer így pontosan a Soul Food zenekarral vendégeskedtünk a Paksi Rádióban, és utána Andi, a mostani főnököm és ugye a rádióvezetője megkérdezte, hogy figyelj, nem akarsz rádiózni, tök jó hangod van. Mit kell csinálnom? És akkor végül is azóta, ez nagyjából 2 éve így hogy kipróbáltam, ez is tud egy szerelem lenni, tehát az, hogy pontosan, hogy most beszélgetünk, nem nagyon ilyen megírt kérdéseket. Jó, nyilván, hogyha valami specifikus téma van, vagy valami nagyon, nagyon irányított apropóból érkezik egy vendég, akkor természetesen persze azért felkészülsz belőle, de amúgy pontosan ez a freestyle beszélgetés az, amit nagyon szeretünk Zoli kollégámmal, akivel igazából együtt nyomjuk így a hajnalokat. Na, hogyha most ez így észrevehető, akkor nem tudom, hogy tök jó, meg örülök neki, vagy nem tudom, hogy örülni kell, de igazából azért van, mert most már azért 2 év rutint úgymond sikerült beszippantani minden hajnalban. Nem, ez tök jó egyébként, és azért mondom, hogy tehát pont ugyanez, tehát ez, ami engem is így inspirál, mert ugye csinálom ezt a Spinfire rádiót, ami mondjuk ugye egy mix show, és hogy régebben ugye az volt, hogy akkor az volt beszélgetés, meg vendégek is, hát te is voltál ugyebár, és most azt ugye kettészettem, hogy akkor van ez a podcast rész, ahol gyakorlatilag teljesen kötetlenül semmilyen határa között nem kell gyakorlatilag semmi se figyelni, csak dumálni. Sem kötöttség gyakorlatilag, és valahonnan elindulsz, és valóban eljutsz a beszélgetésbe. Így van. De hát nyilván a téma az a hip-hop, ugyebár.
De hogy említetted azt a... Micsoda, hát erről nem volt szó. Na igen. Hogy említetted ezt a Soul Food zenekart, ez egyébként hogy jött? Tehát akkor menjünk gyakorlatilag visszafele. Nyilván, hogy itt Paksra visszahúzódtunk így a családdal, mert ugye úgy véltük felfedezni, hogy Budapest ilyen szempontból, főleg az a belvárosi nyüzsgés, ahol ugye Hanyag, az abszolút hatker, 13-ban laktunk ott a Váci úttól, mit tudom én, 50 méterre beljebb. Nem nagyon éreztük azt, hogy ez gyereknevelés, meg ilyen családi nyugi szempontjából egy élhető város lenne, és mivel ugye én itt nőttem fel, ezért ide húzódtunk vissza, mert nyilván itt azért már tudtuk, hogy ez a város ez élhető és csendes és nyugodt és békés. És akkor ennek megfelelően ugye, ami mindig is vonzott, az az élőzenés sztori, akkor így megalapítottuk Ádám barátommal, aki korábbi kollégám volt az atomerőműben, amikor még ott dolgoztam, és így összerántottunk olyan kis csapatot, akik mindenki gyakorlatilag más zenei műfajból érkezett, tehát basszusgitár, ritmusgitár, dob. Szia, Fancsó! Beköszönsz? Ott van Kulkaszkó, nézd meg a kis nézők, itt a Fannika. Csak most nem hallod, mert ugye fülesben beszélgetünk. És egy év kellett ahhoz, hogy összecsiszolódjunk, mert ugye rappet ötvözni azért olyan alternatív rock, funky, ilyen kis beinjekciózott zenei stílus létrehozni, ami mondjuk ilyen Red Hot Chili Peppers, korai Red Hot Chili Peppers, tudod, azok az ilyen Californication előtti időszak. Persze. Vagy például azzal bezárólag. És valahogy ezt az irányt úgy meglőttük, mindannyian szerettük a chillit, és elkezdtünk próbálgatni, és gyakorlatilag ilyen jam sessionökből már régebbi meglévő szövegeimet rappelgettem, és úgy valahogy kialakult egy ilyen atmoszféra, egy elüktetés, és nagyon szerettük, éltük, söröztünk, pizzáztunk, és így összejártunk, és néha dalokat is írtunk. És most már átalakult a formáció, most a COVID-19 azért közbeszólt, mint minden zenész életében. A próbák is így elmaradozgattak, de beült a dobosi székbe Orbán Gyuszi bácsi, aki a Heaven Street 7, a néhai Heaven Street 7-nek a dobosa, úgy talán ez egy országszerte ismert zenekar, ő paksi származású, és írjuk a dalokat gyakorlatilag picit megváltozva, megváltozott tematikában, de igyekszünk most már majd idén próbálni is. Tehát most az azért tavasz óta megáll, de egy izgalmas projekt, teljesen más. És nem titok, hogy fesztivál kompatibilissá válni, az ugye alap, hogy egy zenekarra nyom, de meg már nem is nagyon megváltozott az életem az utóbbi években, és nem a hogy is mondjam, és nem, senkit nem megbántva, de már nem tudom azt az elkeseredett panel rappet, boom, bepet tolni, érted, ami persze. Tudom, hogy nem feltétlenül ez volt az irányunk soha, de most már annyi keserűség sincs a szövegeinkben, mint ami kilátástalanság néha volt, és ugye nincs mit tenni, és társai nagyon is van mit tenni, és mondjuk így, ahogy a család is kivirágzott, meg egy kisváros melletti faluban élünk. Hát ráadásul nem is Pakson direkt. Teljesen natur minden is vissza a természetbe, tehát, hogy csirkéink vannak, meg kutyánk, meg így, tudod, így vannak háziállatok, 1700 négyzetméter nagy terület, ültetjük a fákat, és így tök jó, kiülsz, és csend van. De egyébként Zenki is mondta az előző podcastban pont azt, hogy, tehát ő is ugyanezt rád vonatkozott, téged hozott fel pont példának azt, hogy persze az ember nem fog olyan zenéket, vagy olyan szövegeket írni, hogy nem tudom, a panel közt sétálgatok, és szomorú az életem, hogyha vidéken lakik. Ha nem azt az életet, igen. Ha nem azt az életet, élet, és az a real, a mindenféle szempontból, hogy azt arról ír szöveget, arról repesz, ami körbevesz. Né, igen, hogyha megtanultad, vagy ha, és majd az új dalok, mert majd beszélünk erről is, de szóló dalok is persze készülnek, meg közreműködések, nem csak zenekaros cuccok, én azért szeretnék
nem mondom, hogy visszatérni, most megint van kedvem szövegeket írogatni, illetve nagy változás történt az életemben, ennek hatására azért abszolút minden nap hálásan ébredek, és nem akarok hibáztatni senkit, sem a kormányt, semmilyen vírus, senki más embert, a szomszédot, a akárkit, a névrokont azért, hogyha mondjuk neked sikertelen az életed, vagy valami nem úgy jön össze, hogy szeretnéd. Örülünk annak, amink van, és ez már egy ilyen tök jó kis nyugi level, amiből így indulsz. Nyilvánvalóan azért csinálod a hétköznapi teendőket, és ezáltal azért érnek ingerek, de azt gondolom, hogy örüljünk annak, amink van, így eszünk, iszunk, van fedél a fejünk felett, tök szép nagy kertünk, egészséges gyermekeim, és így ennyi, így mi baj lehet. Szóval ez nyilván más, hogyha szöveget akarsz írni, és zenéket hallgatsz, akkor nyilvánvalóan más dolgok inspirálnak, és attól lesz hiteles és életszerű a zenéd, hogyha ténylegesen arról írsz, ami van. Hogyha már mondjuk storytellingről beszélünk, és mondjuk az ultrakárról, akkor ott van Ponzi ezzel a beszoktatós dallal, hát igen, a világ legjobbja. Tehát nekem ez a favorit, mert érted, hallgatom, meg te is tudod, apa vagy, és át tudod érezni. Tehát mindig az volt, gondolom, jó a szövegeinkben, és amiért sokan hallgattak, és megvették a CD-inket, mert ez által abszolút mérhető volt meg a hallgatottságokon is, hogy azért tudtak azonosulni azzal, amit beszélsz. Hogyha kint élsz az utcán, és éppen küzdesz a nagy problémákkal, amit egyébként nagyon sokat ezekkel a kimondott szavakkal magunknak teremtünk olyan valóságokat, amiket egyébként nem kell keseregned, meg nem kell kimondanod, hogy lúzer vagy, hogyha nem akarsz az lenni. Tehát merjél tényleg álmodni, és egy világot teremts meg magadnak, amiben ugye a beszédnek és a kimondott szónak nagyon-nagyon nagy szerepe van. Úgyhogy ettől lesz hiteles valaki szerintem, hogyha ténylegesen 100%-ig arról beszél, amit megél. Abszolút, abszolút, persze, és hogy hát ilyen mondom, hogy PC közegben vagy, akkor nyilván pozitívabbak a szövegeid. És hát akkor már beszéljünk az ultrakállemezről is, ugyebár, mert olyan pont azelőtt, ugye most mondtad is, hogy kicsit így kezdesz így kicsit visszatérni ebbe így a straight rappelésbe is. Egyébként az a track volt az elindító, amit most mi csináltunk közösen, tehát az Igaz beszéd, vagy már előtte is azért mocorgott benned? Érett, és ugye te is tudod, illetve hát amit a nézők és a hallgatók nem, hogy azért készült egy ideig, illetve kellett noszogatni úgymond ezt a témát, de egy nagyon jó visszalépő volt, úgyhogy igen, azt gondolom, hogy ez az Igaz beszéddel sikerült, úgy ezt ez volt az első hógolyó a lavinában, ami majd eztán fog jönni és érkezni. Meg ugye szerepelni is fogsz a Said féle Mikasa mixtépen is, ami... Igen, azzal is, az is egy resztanciám, szegény. Jó, hogy beszélünk róla, azt, hogy a Márk imádlak, készülget. Igen, nagyon sok közreműködés is van, aminek igyekszem eleget tenni. A legkorábbi felkérésnek és a legnagyobb port kavart a Facebookon az, hogy a Fluor meghívásnak már eleget tettem. Ugye Tomi csinál egy szólólemezt, és Joker nagy... Tehát kaptam olyan alapokat, amit Joker prezentált, ugye az nem kell mit hozzáfűzni, mert igen, zenéket ír, és meg volt a téma, meghívott nagyon nagy tisztelettel és szeretettel. Úgy érzem, hogy sikerült eleget tennem, már ugye részemről kész van a projekt, ő még hozzáír. Annyira jól sikerült szerinte és szerintem is, hogy még hozzáír egy verzét, meg videoklipet is fogunk majd neki forgatni. Hát nyilván azért ugye zajlik az élet és történnek a dolgok, úgyhogy nem tudom, mikor lesz ebből valami. De amint ugye ezt kiraktam, hogy Fluor Tomi közreműködés pipa, hát ugye azért megindulnak a kommentek. Én mindent tettemet mindig is, és minden szavam legnagyobb előszeretettel vállalom, és mivel, hogy már a héterkedésnek, és már úgy a negatív életszemléletnek úgy minden legapróbb csírája is, úgy érzem, hogy kikerült az életemből, így inkább... Jöttek le hétek egyébként? Hát jöttek persze gúnyos kommentek, de aztán, hogyha így leírod, hogy figyelj haver, igazából tök jó, de hallottad már, mert én már igen, és szerintem tök jó lett,
Hát most Tomi, tudod, a Mizu, meg ezek a Well Hello-s dolgok, ezt nem kötelező elfogadni, de teljesen egy más vonal is. Illetve figyelj, én még egy Well Hello dalba is elmennék közreműködni, ha az olyan funky lüktetés lenne, amit átélek, és el tudom kapni a flow-t, és hozzá tudok tenni valamit. Ezekben abszolút nincsenek szégyelleni való dolgok. Hogyha ilyen életigenlő vagy, és inkább szereted az élet napos oldalát látni, mint az árnyoldalát, akkor azt gondolom, hogy ilyeneken ölre menni, és neki menni a másik embernek, hogy neki mi a jó, mit vállal el, mihez adja a nevét, azt gondolom, hogy mindenki ad döntse lesz maga. Persze, de egyébként, tehát hogy annyira ez nem idegen egyébként tőled, mert ugye már, hogy ott van a kapcsolat Karamellel is. Tehát, igen, ugye, tehát hogy azért veled csináltál is közös dalokat. Igen. És egyébként az a kapcsolat, az hogy jött? Nem tudom, ezt mennyire tudják itt a kedves nézők, hogy... Hát, amikor megnyerte, 2004 vagy 6, nem tudom, mi volt az év pontosan, amikor megnyerte a Megasztárt, és ugye a váratlant elkezdte pörgetni a rádión, akkor ráadásul azért van egy jó kis R&B hip-hopos lüktetése is. Akkor ültem a munkáján, hallgattam a rádión, és így fú, na ezt az embert egyszer, hatodik, ha szakad egy referére, be fogom húzni. Aztán így elmentünk egy koncertjére Pesten, egy klubba, akkor így akkor készült az Amiga Város az CD, és vittem egyet magammal, és akkor úgy utána beszélgettünk egy kicsit, beleírtam a telefonszámom, és mondtam, hogy figyelj, hallgass meg az anyagot, valami ilyesmihez kellene adni a neved. Tehát a napok nyilván nem csörrent a telefon, jó, hát legalább megpróbáltam, semmilyen kudarc élmény, aztán egyszer csak így csörgött a telefon, ismeretlen szám, igen, hello karamályok, fú, figyelj, ez nagyon-nagyon jó ez a cucc, ez jövök, bármit is kell csinálni, igen. Nagyon durva. Fogtam a telefont, és így, na menj már, hát tudod, akkor azért, hát az azért... első meg a sztár volt. Igen, szóval olyan média hype-ot kapott akkor, hogy nagyon nagy név volt, és ugye mindenki róla beszélt, és hát nem véletlenül, meg hát tehetség, és nagyon-nagyon éltem azt, amit csinált, aztán úgy elkezdtünk barátkozni, találkozgattunk, kávézás, ebéd, ilyenek, és akkor később bejárt a Hanyagba, mai napig jó kapcsolatot ápolunk, nagyon-nagyon ritkán beszélünk, vannak is tervek, közös dalokat illetően, de olyan, hogy hát azért úgy nagyon viszi a világ lüktetése és sodrása, úgyhogy nagyon nehéz elcsípni vele, akár hogyha a rádió által keresem, akár egy magánemberként nagyon ritkán sikerül beszélni. És úgy szépen telnek a hónapok, évek, de bízom benne, hogy még azért tudok csinálni. Ja, úgyhogy ennek így ez a története. Te mondjuk talán így producerként, hogyha nincs olyan nagy éles váltás, de mondjuk a tibáikat nézve, ezek az M-Squad-os cuccokkal, ugye eladtad magad, maradj a régi, tudod, ez a nagyon lejárt lemez, és nagyon uncsi közhely. Persze. Döntsd el, hogy mi akarsz lenni. Jaj, hát igen. Nem? Tehát, hogy persze. Mész egy irányba. És tibáikat most nem azért rosszam fel, de hogy... Amúgy a tibáik pont a kettővel, tehát a legutóbbi zenki volt, az előtti adásban voltak, ami nem tudom, hogy ezt pont nézted egyébként, vagy azért mondtad? Ne, ideje bepótolnom és visszanéznem, ne harjuk, Krisztián azért. Semmi baj, nem adod. Pótolni fogom, azt tudom, hogy Robit láttam, hogy így kiraktad, hogy elkészült, meg kijött, de elég sok dologról így lemaradok annak ellenére. De nem parad, csak hogy tök érdekes, hogy pont itt hoztad föl példának, mert hogy pont ezt a második adásban, a M-Squad-os adásban feszegetjük ezt a témát egyébként eléggé belősen, hogy akkor most nem akarom még egyszer megismételni magamat, mert ott az adásban úgyis benne van, de hogy ja, abszolút, tehát totál jogos egyébként. És ettől függetlenül, tehát például Zenki meg megint egy teljesen más szemszögöt képvisel, tehát hogy azért... Abszolút underground boom-bap-től meg nem szabaduló, és át nem formálódó, és az utolsó pillanatig egyébként. Nem gondolok, hanem hogy nem igazából, tehát hogy mindenkinek van egy saját ízlése, és mi az az irány, amiben menni szeretne. Mi az, ami mindenkinek más az értékrendje, mi az, ami belefér, mi az, ami már nem. Most ezen így, na igen, de azért hallgatlak, bocsánat, igen, kicsit közbevágtam. Tehát pontosan az, hogy van jó zene, és van rossz zene, és ugyebár ezt mindenki magának dönti el, és mindig is ezt mondom, ezt századszor ismétlem magamat, hogy mindenki magának definiálja, hogy mi fér bele a saját hiphopjába, és hogy ez ugyebár van az, hogy valakinek már teljesen okés az, hogyha
nem tudom, egy nagyon jó kis R&B-s hook van a dalában, valakinek meg csak egy scratches refrén fér bele, tehát és csak a csapkodó. Figyelj, most anyászatok azért, mert nem szereted az aranygaluskát, pedig nekem a kedvenc ételem, érted, ezen ne veszünk össze. Ja, persze. Szereted az aranygaluskát? Amúgy igen. Nézd a szemembe. Na, érted, szóval ezek ilyen sepüle, se farka, sehol nem vezető utak, nem? Tehát, hogy így elindulsz, és úgysem fognak összeérni ezek a párhuzamok. Igen, abszolút, abszolút. Vagy beszélgessünk most inkább, most az jutott még közben eszembe, hogy most ugye a producerkedést is felhoznám, hogy mert te régen zenéket is írtál egyébként. A Reason előtt ott így ültem, és próbáltam. És emlékszem. Igen, az MLKK-n egyébként elég sok minden. Igen. Lehet ezekből hallani. És hogy a 90-es években egyébként emlékszem, hogy ott mindig jöttél, és így írtam megint 10 zenét. Fogadtad őket, igen. És így tök jók voltak, egy egész ilyen erős kis cuccok voltak, meg hát így a... De még az előtt is egyébként, az már korábban elkezdett, már MLKK előtt is egyébként, nem? De rengeteg időm volt, így hazamentem 2 a melóból, és így ott ültem hajnalig, és akkor így ragadtam, meg barátkoztam. Hát ez olyan, hogy érdekel valami, mint például az Illustrator, vagy a Photoshop, hogyha valamit akarsz csinálni, akkor ez az eszköz. És akkor így szereted, és így nyomogatod. De azért, hát hogy mondjam, én soha nem tartottam magam ilyen hard beatmakernek, tehát inkább csak ilyen, néha volt egy-két jó sikerült darab, amit úgy fel lehetett használni, inkább ezt így mondanám, illetve hát azért voltak olyanok is, ami egy vázlat elkészült, és akkor valakin így átvittük, hogy na figyelj, akkor hozzátuszta, ú, de jó lenne, meg írok egy dallamot, talán egy szőnyeget, meg ezért tudod, az úgy más, de az tényleg csak nagyon ilyen hobbinak érzem, hogy nem jegyezném ezt, hogy én nagy beatmaker lettem volna. De egyébként, ahogy mondtál is, hogy azért időközben aztán te ugye beletanulgattál mindenféle más egyéb dolgokba is, tehát hogy nem csak nem csak aztán a beatmaking, hanem utána ugye elkezdett ez a grafikai téma is, ugye már az érdekes. Mondjad? Igen. Mondjad, te mondjad. Nem, te. PNC-nél, hát ugye writing volt, és azért az a graffiti-nél indult valahol. Aztán igen, ezt akartam az ilyen kis... mondani, pont, hogy te hogy látod, hogy azért handstyle-ból egyébként, annól, amikor ugye Balázsnál lógtál tök sokat, akkor lehetett azért érezni, hogy abban is vannak ilyen, van kis groove benne, hogy így mondjam. Ezt nagyon, igen, szerettem, sokat rajzolgattam, meg ugye tegelgettünk, és írsz mindent, ami eszedbe jut, leírod. Igen, ez a handwrite, ez nagyon, nagyon, nagyon elkapott, ugye, akkor és a mai napig szeretem egyébként, hogyha valami logó tervezésben, vagy valami pólografikában kell egy kis ilyen hand, annak ellenére, hogy vannak nagyon jó fontok, tipók, és most már azért úgy lehet használgatni, meg teljesen digitálisan is dolgozni, de jó, hogyha egy kis hand mindig benne van, mert attól válik egyedivé szerintem igazán. Abszolút, és akkor már beszéljünk a Street Champről is, ami volt ugye bár ilyen kis brand. Igen, az pontosan az az időszak volt, amikor ezek a pólógrafikákon, hát gyakorlatilag textire felvittük azt a message-et, amiben éltünk, és amit szerettünk volna prezentálni kifelé. Nagyon ez a real hip-hopos, undergroundos, és kicsit graffitis, kicsit... hát mindenféleképpen egy tiszta message-el, a hip-hop tisztasága, ugye Legendary Dupla K, val ugye a Make Your Mark on Society kis póló dizájn is elkészült. Hát az akkor ott indult, még az elején nagyon benne voltál ezekben a dolgokban, és gyakorlatilag ezért kezdtem el belásni magam például az Illustratorba, hogy tudjak vektorizálni egy nyomorult teget, amit leírsz az A4-es lapra, érted, és akkor ugye ez, hogy kell a pólóra, úgyhogy kicsit önkényszerből, de igen, ma mai napig már azért meghatározza úgy az életem, hogy ilyen van egy olyan vállalkozási rész is, vagy egy szegmens, hogy ilyen grafikai, ilyen arculat, logó tervezős kis projektekbe is bele szoktam menni, hogyha felkeresnek, és mondhatom, hogy azért egyre többen, vagy legalábbis itt ebben a régióban mindenféleképpen azt látom, hogy van rá igény.
Tehát akkor gyakorlatilag ez a mai napig még működik, és most is gyakorlatilag dolgozol. Nagyon-nagyon sok mindent sikerült kamatoztatni ezekből a hanyagos időkből. Ugye hát azért rengeteg jó writer, meg grafikus designer mozgott ott a környékünkön, és volt kitől tanulni és inspirálódni mindig, úgyhogy az egy nagyon intenzív időszak volt, és ennek ugye mai napig megvannak ebből megvan a hasznunk. Ja, persze. És egyébként, mert ugye a Street Champ egy idő után egy kicsit így abba maradt, és akkor egyszer csak lett az Atom City brand így az Andy-ból, nem? Tehát, hogy abból lett az egész, tehát, hogy az akkor kezdődött, amikor már lent voltatok, vagy ez már Pesten is megvolt? Ez ilyen dózisos, trógaszos dolog, ez az Atom City-t, Atomvárost ugye reppelték is már Szilárdék. Nagyon-nagyon fiatalkori kifejezés ez. Nem is én találtam ki, de valahogy mindig akartam egy ilyen összefogó brandet építeni ebből, vagy átfogót, utóbbi évekről beszélünk, és ez 2017-ben érlelődött meg, úgyhogy elkészült ez az official logo, és így magunknak videoklip forgatása pont a Soul Food-dal nyomtunk pólókra, és látták az emberek, és de jó, tök tetszik, és van amúgy még meg, és akkor nyomtunk párat, és ugye elkezdték venni az emberek, elkezdték keresni, itt akkor már Pakson volt egy üzletünk, és így már így elkezdtük tízesével árusítani őket, és keresték más színben, más méretek, tudod, és gyakorlatilag fel kellett kapaszkodnunk arra vonatra, ami úgy megelőzte így a hogy is mondjam, a híre, vagy a népszerűsége magát a brandet. Úgyhogy ahhoz kellett nekünk így felfejlődnünk. És ez tök jó, mert a mai napig működik, sőt, olyan szinten, hogy most már ilyen városi együttműködések is zajlanak, folyamatban vannak, úgyhogy sikerült kinőnie magát így 3 év alatt elég komoly szintre. Amit nem képzeltünk volna, vagy nem is gondoltam volna, mert akkor így igazából ezzel még egyedül foglalatoskodtam. Nem volt semmilyen nagy üzleti terv, meg semmi ilyen hatalmas jövőben mutató célok így a márka kapcsán. Mondom, így utól kellett érni a vonatot. Ja, igen, Atom City brand. De ez olyan tök jó, hogy ennyire kinőtte magát egyébként így a városban. Mondom, hogy lehetett látni is, hogy amiket posztoltok mindig, hogy így egyre jobban beleépül így a városba. Ez is mondtam az elején, hogy főpolgármester, mert hogy így már annyira benne vagy így itt a városnak a különböző dolgaiban. Úgy tűnik így a social media felületeken keresztül, hogy így Belecsúsztunk. Most sok olyan dolog van, ami most készül éppen, de elég nagyot fog szólni és durran. Most nem tudom, hogy mikor fog kijönni ez a beszélgetés a világhálóra, de most még nem is beszélnék emiatt róla, mert még meglepetés erejével fogni is a városban, de igen, tök jó. Kinőtte magát, szeretik. Egy ilyen közösségi kohéziót épít. Viszont ez az árnyék, ez nem akar maradni. Na mindegy. Fannika, tudnál-e hozni egy kalapot? Anyikám, mindjárt pillanat. Egy kalapot kérek szépen. Hoztok nekem egy kalapot? Egy kalapot. Fanni nem éri fel itt a üzén. Hozd már, légy szíves. Gaskó, váltok majd így most, ki tudod nyisszantani, jó, de... De hogy is, az ilyeneket hagyom be. Na, legyen. Ja, igen, ezek a legjobb. Kérek egy kalapot, rosszul vagyok. Erzsike, még egy kád is. Bankóban mindig tudod. Erzsike! Egy jó presszót kérek, 2 cukrot. Tényleg. Nincs bordó szalvéta. Mi az, hogy nincs bordó szalvéta? Jaj, azaz. Köszönöm, anyukám. Aranyos vagy. Ezt itt el lehet tenni? Hát elrakatod most, mert nem akar úgy megmaradni. Na így még izébb. Még távolabb kerültem az underground hip-hoptól. Nem, most közelebb kerültél. Na. Ezért most így kell tolni, ne haragudjatok, de tök mózgás. Nem áll meg a napernyő, és ne kapjanak. Egyetlen egy esélyem a túlélésre az ez. Na, úgyhogy igen, most helyre rázódtak a dolgok. Hogy beszéljünk, most az Atom City-t azt hiszem kiveséztük, még beszéljünk a zene témákkal kapcsolatban, még pedig Len, volt egy olyan lemez, hogy Norban Ó van. Arról beszéljük. Mit akarsz róla tudni? Ez egy különleges időszak volt, mert hogy ott ugye együtt laktak. Az egy Amigaváros alszik 2.0, amiről lemaradtak a dalok, és egy ilyen No One ötletelésben alapok. Sokat segített rendben Mátéka, ugye?
én le is utaztam hozzá Pécsre, akkor ott vettük a Punani stúdióba fel a dalokat. Szóval egy-két éjszakára, egy éjszakára, amit lementem hozzá egy kis bandázásra, csak ott így felvettük. Igen, az hipergyorsan megírt szövegek, Czadikhoz is mentünk stúdióba, úgyhogy ilyen kis vegyes helyszínek, stúdiózgatások, egy nagyon gyors sztori volt. Miki úgy érezte, hogy benne vannak ilyen dolgok, ugye elkezdte gyűjteni a bakeliteket, és ilyen J. Dilla fertőzésben éltünk ott Marcival városban egy albérletben, és csak Dilla alapok szóltak hónapokon keresztül. Egyébként és, ugyanabban a lakásban, ahol az elég laknak most? Ugye? Nem, ők egy lépcsőházzal. Ugyanaz a blokk, igen. Ja, igen. Ott laktunk, mert nem mondom ki a házszámot, mert akkor ki lehet következtetni, hogy hol. Ja. Na igen, ott abban egy panelt tömbben laktunk gyakorlatilag. Ja, nem gyorsan megvolt gyakorlatilag, hát ugye EP, ezért nem is kellett olyan sokáig dolgozni vele. Viszont az Amiga városa, ugyebár ez nagyon sokáig tartott, mire elkészült, ugyebár arról az időszakról is beszéljünk egyébként, igen. Hogy ez... Az olyan sokáig tartott, de nem is emlékszem már. Csak azt, hogy tényleg sokáig készül, de hát mit tudom én, azért sok 17-8 dal, nem is tudom pontosan, sok dalt megírtunk rá. S10 Records, Balek MC-vel. Meg El Marci, ugye a Moszkva téren, fú, a kalandos. Tényleg nagyon rég volt, és nem túl jó a memóriám, de igen, sokáig készült, hogy ugye kijött a kis piros kazi, azon is voltak már dalok, aztán még olyan verziók, amik sosem láttak napvilágot, olyan oké, kezdem, a legelső dart megírtam a lemezre, és végül rá se került. Igen, szóval már olyan sokáig készült az a lemez, hogy az első dalok aktualitásukat vesztették, amire elkészült a lemez. Ja. Ez nagyon durva tényleg. De az még akkor nagyon ilyen távmunka volt, tehát Pakson dolgoztam, és akkor hétvégéken budapesti busz, és akkor Bankóéknál pecózás jártunk, sörözgettünk, meg dalokat írtunk. Az MLK előtt volt. Jaj, és az MLK előtt volt. De hogy úgy van, hogy és akkor ebből így alakult ki, ugye, ebből bontakozott ki egy MLK, és hogy annyit lógtunk együtt, hogy rájöttünk, hogy elég közös a világszemléletünk akkoriban. Egyébként így az MLK-nak mi volt így az inspiráció? Mert most én tudom, hogy mi, de hogy... Az együtt bandázás igazából. Ténylegesen így kiegészítettük egymást Valázzsal, és borzasztóan jó volt így leülni szöveget írni. Hát ahogy születtek a dalok, az is zseniális. De az viszont... De az meg nagyon gyors volt egyébként, attól emlékszem, hogy ez... Igen, ment. Nem tartott olyan sokáig. Igen. Ja, pontosan emiatt, hogy minden hétvégén együtt lógtunk, és volt, hogy 2-3 szöveget is megírtunk. Mert tudatosan leültünk, fú, itt van, de jó, ez az alap, és na jó, oké. És ment a zene, beat órákon keresztül pörgött, és megírtuk. Ja. Nagyon durva. Meg hogy ugye mind a kettőtökben benne volt addigra már egy ilyen rutin, mert ugye kijött a repmotor, kijött az Amiga város alszik, igen, és igen, gyakorlatilag utána igen. Már egészen könnyen jöttek a szövegek. Rutint szereztünk igen ebben, hogy mit, hogyan, kivel jött. Tehát rengeteg alap közül tudtunk válogatni, ugye sok beatmaker volt a környezetünkben, tehát úgy sok, hogy éppen elég volt az, hogyha öten termékenyek és jó irányon, jó úton vannak, azt a vonalat képviselik, amit el tudunk képzelni, akkor mindenféleképpen. És egyébként... Ja, az gyorsan ment. És mert ugye, és az a Pocket Rocketba készült ugye szintén ugye az egész MLKK, és meg az Amiga város alszik is egyébként, ami így egy gyakorlatilag egy legendás kis stúdió volt ott elég, tehát az első egykás lemez is ott készült, ugye már. Igen. Az úr és Mr. Masters közreműködésével. Ja. Micsoda jó kis idők voltak. Nagyon durvák voltak. Beszéljünk a turnéról. MLKK turné. Mit szeretnél tudni? Rengeteg hangfelvétel készült, szerintem az teljes azért volt, nem szóval. Egy feledhetetlen időszak, nem?
Fú, nagyon durva. Nem, csak úgy pont így eszembe jutnak így a régi sztorik, aztán azért nevetek rajta. Van valami olyan sztori, amit megosztanál ezekről a... De akkor így 4 órás lenne ez a nem, van időnk. Podcastkó. De hát figyelj, az Office szétmatricázgatós turnébusos hajnali. Emlékszel, már levegőt nem kapott, annyi kriminál matricát ragasztottunk a fejére. De rengeteg, hát figyelj, tök sok sztori. Nem, annyira régen volt már ez, nem az, hogy elfelejtettem, de ugye hogy rég jöttünk össze, hogy ezekről beszélgessünk, azért nyilván ezek majd megkoptak, de hát minden. Nem, hogy amúgy konkrétan mindig ez volt így a trend, így az összes turnéállomáson, ugye, mert hogy nem csak a fi, hanem mindenki más is, aki elaludt, annak... Azt nem szabadott, igen, azt nem szabadott. Elaludni nem szabadott, mert úgy érettél föl, hogy tele vagy matricázva, vagy az NKS. Egyszer Balázs is nagyon megkapta, és kiszálltunk onnan a Moszkván, tudod, és így onnan ilyen, vagy itt az Apor Vilmoson, és tudod, így világosban sírás, sírtunk a rögéstől, igen. Kevés volt. Balázs, bármit csinál, csak ne aludjál. Így van, mert tényleg kaptál magadok mindenféle, nem is tudom, bajúztól kezdve. Minden át. Volt, horog kereszt. Azt mondta a kereszt. Fú, ez enki volt, aki valahogy nem is vette észre, ugye? És ilyen mindenki a hével röhögött, amikor mentek haza Gödöllőre. Vagy nem jött le a fejéről, valami olyan filc volt, hogy nem tele most. Veled volt egy olyan, ugye? hogy neked hajat rajzoltak. Igen, az volt olyan. Volt olyan, igen. Vagy akkor pont így nagyon rövid olyan volt is. A hajat. És akkor jön, de hátra lett volna nyal, vagy akkor és ugye taludtál az egyik ülésen, és így fölkelt, és ilyen fekete volt az ülés, basz, és kikészült egy sofőr is, hogy takarítsuk el. Megfogta, igen. Ja, igen. Nagyon kemény. Ja, tényleg. Volt ilyen. De hát ez mindegyikünkkel előfordult. Akkor. Ja. Akkoriban. Nagyon durva. És egyébként utána, már aztán, hogy a zenei cuccok után, ugye még párhuzamosan után elkezdted ezt a Hanyag Elegancia shopot is, mert arról is beszéljük. Uh-huh. Még nem beszéltünk részletesebben, hogy maga a Hanyag Elegancia az így miből jött, vagy honnan jött, mert én úgy emlékszem, hogy az első az volt, hogy egy ilyen használt ruha bizniszként indult a 13-ban egy panelnek a aljában. Nikol Laci festett a dizájn a falat. Igen. Volt egy nyúl, igen. Béla, az volt a nyúlnak. Béla volt a nyúl. Igen. Egyszerűen csak így meguntuk, egy helyen dolgoztunk Vikivel, aki most már a feleségem, és ebből az alkalmazotti szférából ki akartunk lépni, és legláttuk, hogy kinéztünk a kb. Ja igen, kinéztünk a panel 10-ről, ahol laktunk, és ott volt egy kiadó üzlet. Nyissunk egy boltot. És volt egy ismerős, aki mondta, hogy így, igen. És nyissunk? Jó, nyissunk. Mi kell hozzá? És akkor én googli, hogy kell vállalkozni, hogy kell KFT-t alapítani, melyik a jobb, a BT, a KFT, és így elkezdtünk ki kiguglizni mindent, és egyszer csak már volt egy cégünk, leraktuk föld alól, előteremtettünk ilyen pénzeket, hogy kaució, és bérbe vettünk egy üzletet, és akkor így az a vonal az egész hamar, ahogy elindult, az elzáródott az a csap, és akkor gyorsan, kreatívan profilt váltottunk, és lett belőle egy használt ruhabolt, és akkor már jöttek a hip-hop kiadványok, magazinok, CD-k, először csak kb. Csak kriminál kiadványok, aztán egyre többen kezdtek bejönni, akkor elkészült a webshop, akkor beköltöztünk az utcába, ugye ott voltál te a kis nyitópartin, DJ-zgettél, és akkor onnan indult el a belvárosi lüktetés, és akkor tartott ez majdnem 10 évig, ez a hanyag sztori. Ja, és aztán utána gyakorlatilag ugye a hanyagot leköltöztetett, miután vége volt így az út, de volt az utca, és utána átmentetek a Dezsőfi. Igen, még Dezsőfibe, és akkor még, ahogy leköltöztünk, még így próbáltuk életben tartani. Ott is tehát alkalmazottak, és heti szinten néztünk rá, aztán Pakson is üzlet, és akkor így, hát nem szálltunk ki időbe. Igen, de mondjuk... Bukó lett a vége, kőkeményen így nem jött ki a matek, és az így meghatározta az azt követő éveket a negatív
negatív tartalommal töltötte meg igen a mindennapjainkat. Hát igen, mert mondjuk azért, tehát pont ez a 2010-es évek azok, amik így, így az elején még azért működött ez a hip-hop volt féle dolog, és aztán úgy későbbiekben ugye már ez így annyira szétment, tehát gyakorlatilag tényleg egyre kevesebb CD-t ad el az ember. Mondjuk a merchandise, meg mindenki el tudja adni a saját merchandise. Erős volt egyébként. De egyébként az volt az egyik ilyen meghatározó, hogy erős pillére gondolom az egésznek, hogy lehetett merchandise kapni. Meg amúgy szerintem tök jó volt, hogy volt egy hely, ahol belenettek az emberek. Egyrészt az, hogy találkozhattak veled, tehát személyesen is ugye be, egy ideig legalábbis, és sok közönség találkozót tudtunk összehozni, amit már így megszoktak mind a kis fanok, mind a zenészek és az előadók, és mondjuk ugye az volt a top, amikor ugye a Nixék is tiszteletüket tették ott, és ott is volt egy ilyen kis közönség találkozó, és emlékszem, hogy ott bedugult az utca, és mindenhol emberek, megállt a forgalom, és őrjöngés, kis üzlet. Igen, ott azért nagyon jó sztorik történtek, nagyon jó dedikálások, lemez megjelenések, kis DJ-szetek, barátkozások. Azt gondolom, hogy sikerült azért egy olyan mérföldkövet raknunk így a hazai hip-hop életbe, amit ma is jó szájízzel emlegetnek az emberek, és így emlékeznek rá. Hogy ugye tök jó volt, hogy volt egy ilyen központi hely gyakorlatilag így a városban, ahova az emberek bejártak, találkozgattak, munka után bejöttek sörözgetés, meg mindig volt egy ilyen kis, tök jó ilyen kis csilles. Közösségi teret. Közösségi tér, igen, de hogy tényleg az volt egyébként. És ugye az kár, hogy időközben ugye ez annyira átalakult, hogy bár ha sneakereket akarsz venni, akkor ide mész, ha mit tudom én, nem tudom, olyan ruhákat akarsz venni, akkor oda mész, és maga az a hip-hop volt feeling, az így teljesen kiveszett így a 2010-es évek végére. Mert hogy mondjuk, tehát én is persze pont, hogy Németországban laktam, ott azért ez tökre erősen megvolt mindig, hogy volt. Tehát hogy tényleg bement egy minden utcában volt gyakorlatilag. Van egy fal, ahol tele van kannával, tehát festékekkel, ott megveheted a merchandise-t, ott megveheted a Stussy pólót, ott a sneakereket, és akkor ez minden ugye egy helyen megvolt. És ez most már annyira szétment, de tudom, van most ugye már Molotov volt is gyakorlatilag a belvárosban, tehát egy üzlet, ahol csak a márka specifikus. Igen, tök durva. A graffiti boltban is van még kettő, ugye a bázis, meg még az All Caps-es srácoknak azért. Tehát, hogy ez is így ennyire szétment egyébként. Tehát, hogy mondjuk a graffiti, az mondjuk ilyen művészellátó, az most ott az még talán egy kicsit ilyen speckó, az még lehet ilyen közösségi tér, de hogy az oda tényleg csak graffitisek járnak, tehát nem ez a rap vonal. Max, hogyha mondjuk egy rapper lenne az nem tudom. Na mindegy, de hogy így, ja, az tökre kár, hogy ez egy kicsit így kimaradt így ebből, vagy hogy most vagy megszűnt gyakorlatilag ez a fajta ilyen közösségi tér és ilyen találkozó hely. De hát amúgy is így mindenki ment mindenfelé. Tudod, azért úgy annyi jó élményt adott, és akkora szerelem volt, hogy nem akartuk elengedni a kezét. Tehát az utolsó pillanatig persze. Így fogtuk, és volt, amikor, tehát nagyon fájó pont volt, de egy hatalmas nagy teher, mert addigra már teherré vált. Pontosan az anyagi nehézségek miatt. Aztán úgy. Nagyon sokan megsiratták, és emlékszem, hogy akkor ilyen nagyon szomorú idők következtek a Facebookon, de hát megyünk tovább. Az élet az tele van változásokkal. Így van, de egyébként még most ugye te magukat, most az Atom City-s cuccokat már te csinálod magad, tehát te nyomod őket, tehát hogy van egy kis minél ott a... Igen, így a technológiának, különféle technológiai eszközöket beszereztünk, úgy képeztük magunkat ebben is, és elég sok ilyen hőprés parkkal rendelkezünk, illetve olyan eszközökkel, amik ehhez kapcsolódóan, ezáltal sok mindent magunk igen már el tudunk végezni. Tehát, hogyha az nyomásokat. Valaki, aki nézi most ezt az adást, és szeretne pólókat gyártatni, Norba az emberetek. Így van, vagy kulkaszkos bögrét nyomni karácsonyra. Igen. Természetesen. A számla számot majd a műsor után átküldöm, jó? Visszaosztok. És egyébként, hogy visszakanyarodva a zenéhez, egyébként figyeled, hogy mik történnek egyébként, hogy ki miket csinál egyébként így magyar hiphopban, tehát hogy így milyen release-ek jönnek ki, vagy most annyira nincs erre időd, mert most azért két gyermek sapkaként a saját bizniszeket pörgetve azért gondolom nehéz. Mint ahogy beszéltünk így a beszélgetés elején, ugye
Az ember olyan kikapcsolódási formát választ, legyen az egyik az a zene hallgatás, amiben olyan dolgokat szeret hallgatni, amiben tud azonosulni, vagy úgy feltöltés szórakoztatja. Már ez a márászkodós, én vagyok a legrílebb hip-hopabb, ez már úgy nem, már ez van ennek egy ilyen egészséges battle szinten, ami nem vére megy, de ugye ez mindig is nagy probléma volt, és nem hiszem, hogy ez csak nálunk van így, mondhatom, hogy szerintem ez világ szinten hosszat érdekes szituációkat, de tudod, ezek az mindenki okos, mindenki anyázik, mindenki jobb a másiknál, mindenki megmondja, hogy mit rappeljen, ki a real, ki a nem. Mi ugye így a real vonalon azért a Street Champ-el próbáltuk azt a tábort erősíteni, hogy azok a klasszik letisztult, hogy is mondjam, igen, az a klasszikus hip-hopot, ahonnan a gyökerekből, amikből táplálkoztunk, oda visszavezetni mindent, és azt az idősíkot valahogy így lebegtetni még mindenki szeme előtt, különféle módszerekkel. Nem követem annyira, megmondom őszintén. Azt látom, hogy mi az új vonal, ez nagyon ez a trappes, nagyon elborult. Van, aki ezt jól műveli, de nem én akarok lenni a nagy okos megmondója, hogy szerintem ki a jó, ki a nem, mert hogy nem is hallgatom. A új nevekről így már nem nagyon követem, hogy kik az olyan belépők, akik így fú, oda kell rá figyelni, meg akik belépnek nagy lendülettel, mint mi annó a dózissal, nagy pofával, fú, mi mindenkit lerepülünk is, vagyunk a királyok. Már valahogy nem vonz ez a vonal, vagy szóval nem érdekel. Ez jó, nem, persze, érdekel. Csak hát annyiféle van már manapság. Most nem csak a magyar vonalon egyébként, de tehát a külföldön is, hogy milyen új release-ek vannak, tehát hogy azért tök sok jó underground, vagy boom-bap release van, de van az újabbak. Most nyilván most nekem DJ-ként én ebben benne vagyok elég erősen. Csak hogy mennyire, tehát hogy csak kíváncsi volt, hogy mennyire követette még ezeket az új dolgokat, hogy figyeled, hogyha jön-e valami, vagy nézed, mit a YouTube-on, vagy szembe jön-e valami, akkor azért megnézem, mit tudom én, van valami. Nyilván, hogyha klippeket nézel, vagy bármiféle videótartalmat, akkor dobál fel ezt azt nyilván az érdeklődési körödnek megfelelően valamennyire, meg kiemelt, meg ajánlott, meg mit tudom én, népszerű. De... van, amit csak pont amiatt nézek meg, hogy túl nagy hangja van a Facebookon, és nagyon megosztja az embereket, akkor már kíváncsiságból is, de igazából nem ez tölti már ki az időm nagy részét, sőt, ja. Hát így örülök, hogyha minél előbb hétköznapokon le tudok feküdni, aludni, mert hogy azért korán kelés meg ilyenek. Most így hétvégéken, meg itt ez a hosszú szünet, akkor most itt pont ez a beszélgetés történik, ma éppen augusztus 20-a van, ez gondolom nem baj, elárulom. Ha most ez egy ilyen 4 napos pihi, akkor azért így végre lehet egy kicsit éjszakában nyúlóan is, vagy legalábbis nem olyan korán lefekve kell így elvágni a napot, hanem feltöltődés, és pontosan erre így talán most lehet idő, de nem jellemző ez. Meg egyébként azáltal, hogy a rádióban dolgozom, és ugye ott van egy playlist, nem a te ízlésed szerint alakított, hanem van ugye egy zenei főszerkesztés, és egyébként nagyon visszatért ilyen Dua Lipáktól és szuper népszerű pop előadóknak a zenében, például The Weeknd, nagyon nagyot üt a 80-as évek, és ez a régi funky lüktetés, és nagyon sok, tehát egyre nagyobb teret kap újra a funky a pop slágerekben is, és annak, amik nagyon-nagyon tetszenek, megmondom őszintén. Tehát, hogy akár így ilyen szinten is tud szórakoztatni, hogy nem egy olyan, tehát attól, hogy egy rádióban dolgozol, nem csak ilyen kínlódás az egész, hogy gyakorlatilag nincs dal, amit szívesen hallgatsz, hanem azért egyrészt a hip-hop is, magyar vonalon is, Hősöktől kezdve Deniz, mondhatnám a mainstream előadóknak a sorát, ugye? Rádió vonal, igen. Már így tök jó rotációkban élik és szeretik az emberek, tehát nagyon sok friss dologgal találkozom, így nem feltétlenül videóklip formájában, de azért ugye az infokadalok úgy egy mainstreamebb, fogyaszthatóbb szinten, úgy elég jó elég jól informált vagyok. Nem, csak pont ezt akartam kérdezni, mert ugye pont a rádiózás kapcsán, hogy ott mennyire van beleszólásod, de hát akkor van egy zenei szerkesztő, aki ezt megmondja, hogy mi az, amit... A Szombati Atom City magazin az, amiben úgy munkálhatok, és
teret kap, tehát olyan De La Soul-októl kezdve Delta Funky Homo Sapien-en át, úgy be lehet húzgálni, nyilván nem olyan szélsőséges és annyira olyan zenéket, amik esetleg már úgy kicsaphatják a biztosítékot, de azért nyilvánvalóan a régi undergroundnak is, amit annak neveztünk, holott a jó MTV Raps, hogy azért szép pörgett a klipeket délután 4-kor, akkor azokat ugyanúgy azért így be lehet csempészni a playlistbe. Na, de hát az tök jó, viszont akkor így ezzel így benne maradsz így gyakorlatilag így a vonalban, amit zeneileg te is képviselsz. Egyébként ott tudják, hogy te hogy miket csináltál régen, meg hogy ismerik-e a baszókát, meg nem tudom. Remélem, hogy nem, de nyilvánvaló persze, valamennyire igen. Pontosan így a karamelles dolgok inkább azok, amik mondjuk radio-friendly-k valamennyire, azokat persze. De igen, van azért az a... Akkor a triplexet nem mutattad meg nekik. Azt nem, és azt nem is játsz a kiemelt rotációban, semmilyen rádió. Van még valami, ami ilyen fontos, amit meg szeretnél osztani a kedves podcastból hallgatókkal? Nem. Napszúrásnak mik az első tünetei? Most így jó ebben a kalapban, de nem úgy tényleg brutálisan sik. Hát köszi a meghívást, hogy így időt utaztunk gyakorlatilag, majd egy következőben megbeszélnék hogyha már mondhatod most is. Kijönnek azok a dolgok, jó, amik így készülőfélben vannak, meg egy ilyen új mondanivalóval, egy ilyen elég nagy váltással, amit most még nem azért, mert nem akarnám, hogy exkluzív legyen a podcastkó, hanem hát most még tényleg nincs olyan állapotban. Ajánlom mindenkinek a figyelmében egyébként majd azokat a dolgokat és azokat a témájú dalokat, amik készülnek és ki fognak jönni. Úgy el lehetett szűrni egyébként a beszélgetésből, hogy csak azért pozitív és életigenlő dolgok, de amellett azért lesznek meglepő momentumok mindenki számára, mind közreműködőkkel, mind tartalommal. De majd remélem, hogy visszatérhetünk rá. Majd egyszer még, ha már a 46. epizód. Tényleg mennyi van összesen? Eddig három. Hát, hogy két hetente jön ki, és így most így végigdarálom végül is az összes előadót, aki rajta van a lemezen. De hogy nem zárkózok el semmi mainstream előadótól sem, tehát, hogy mindenképpen tök fontos, hogy olyan előadó. Eladod magad a nézettségért. Igen. Nem, érdekel egyszerűen. Tényleg tök érdekes lehet szerintem, hogy most egy... De pont Flór Tomi tök jó egyébként, mert hogy tudom Flór Tomi, hogy ő rajtunk nőtt föl a mi cuccainkon, az első klipjeiben még Crime City pólóba volt, tehát hogy így azért mondom, hogy ő például tök jó példa lenne, mert hogy ő egy ilyen ismert pop valaki, pop személyiség, és emiatt így tök jó, meg érted, ott van a díj az, aki neked nem tudom, a bíteket sem, a puska. Bocsánat, mert Flornát tartunk akkor, amikor küldtem a demót a szövegemmel, és akkor az elején mondtam, hogy FLUNOR, akkor írtam Messengeren, és sírtam, hogy valahogy úgy fogalmazott, hogy Tini énem most felsikítottam. Mert az tége köztolt volt, hogy nagyon szerette a mi dolgainkat hallgatni. És hogy eljött ez a nap is. De mindegy. Na, de ezt mondom, hogy ez tök jó, hogy tök, ez is ilyen tök realnek látom, meg hogy tök fontos, hogy ezt az emberek az ilyeneket is megkapják ezeket az infókat, hogy így hogy az ilyen mainstream előadók, hogy gondolkoznak mondjuk gyakorlatilag az underground idoljaikról, mint mondjuk te vagy a Balázs, és az itt tök szép, vagy nem tudom, hogy ezt most így elmesélted. Köszönöm, hogy elmesélhettem, remélem, hogy értelmezhető momentum ennek a nem is tudom mennyi időnek, már mióta beszélgetünk. Ja, nézd, na, szóval, szerintem az a görcsösség az nem kellene, de hát ez ugye mindig is egy visszatérő probléma volt, komolyan veszik az életet emberek, illetve olyan dolgokra fókuszálnak, ami nem annyira fontos, és nem maradandó. Ezt csak lazán lazítani. Persze, csak lazán, ne bonyolj bele. Tudod folytatni?
akkor kapsz egy 1000 bitcoint. az jó lenne. Az jó lenne, mi? Hogy nem azt akarom mondani, hogy, hogy Diaz is például, ugye bár aki a Valhallónak ugye a másik tagja, hogy például ugye Puskaport írta ő például, tehát ugye bár is egy csomó ilyen összefonódás van így a háttérben, ezt ugye pont az Enkis adásban is így mondtam, bár nem tudom ott mennyire van ez kiemelve, vagy mennyire jött át az embereknek, hogy az öt csillagon a Lotfi Begi például csinált 4 zenét, tehát hogy így ott még Rashid néven. Most meg ő a szuper producer, tehát a legmenőbb magyar slágereknek ugye ő csinálja az alapját. Igen. És ugyanígy, mit tudom én, a Máté, a Punanis Máté, amit már te is most így mondtad, hogy mit tudom én, a Norban óvannos lemez, gyakorlatilag ő felügyelte, meg ő keverte, masterelte. És meg hát ők is rajta vannak ugyebár azon a lemezen, és hogy ezek az összefonódások, hogy mennyire megvannak amúgy itt a háttérben. De ugyanúgy... Meg hát a halott pénzről is beszéltünk, ott van ugye DJ Venom egyrészt, másrészt pedig ugye a frontember, a Dávid, ugye azért szóló előadóként volt, hogy előttünk lépett fel Orfűn, érted, a rap sátorban délután 3-kor, és mi azért így végigkísértük mind a Punaninak is, mi mindenkinek, aki végül is ezt egy ilyen komolyabb zenei vállalkozásra, egy ilyen fesztivál kompatibilis zenei vállalkozásra nőtték ki magukat, és ezáltal ugye népszerűek az országunkban. Azért mindenkivel van szinte legalább egy olyan történet, hogy mi ténylegesen egy közegben mozogtunk, és tök meglepő az embereknek, amikor így például a kanibálok, ugye, hogy így beszélgetünk, és még a rádióban is, hogy még interjú velük, és ismered? Mert tudod, a beszélgetésből lejön, hogy már egyből jönnek a 15-20 évvel ezelőtt a sztori, persze, hát és valaha ez mindegy közeg volt. Igen, most igen. Úgy valamilyen irányban mindenki azért így a régió maga tudja, hogy honnan jött, vagy hát jobb esetben, ugye, és vannak azért érdekes információk, meg jó sztorik ezek kapcsán. De csak az eszembe jutott, még mit akartam mondani az előbb, amikor idéztelek, hogy csak lazán, hogy ez a egymás fikázása, stb. Battle style, ami ugye a hip-hopban mindig is egy eléggé erős tényező volt, és hogy ez mondjuk semmilyen más zenei stílusban, mert ezt az emberek szerintem sokszor kicsit félreértik, hogy miért kell az, hogy mindig fikezek egymást a rapperek, és ez a hiphopnak a sajátosság, ez a competition, ez a battle, ez a versengés gyakorlatilag. És ez szerintem fontos kiemelni, hogy nincsen ezzel se semmi baj, sőt, ha a verseny azért segíti is gyakorlatilag azt, hogy minél jobb legyél, meg ugye a skillek is mindig régebben fontosak voltak ugye a hiphopban, hogy ez a hiphopban ez egy normális dolog, hogy az emberek gyakorlatilag, vagy az előadók azért így szurkálják egymást mondjuk, de... De azért ilyen normális emberi keretek között azt gondolom, vagy legalábbis tud, hogy ez igazából, ez pontosan csak a kreativitásról szól, hogy bizonyos szituációkban hogyan tudsz reagálni, hogyan tudod úgymond idézőben megvédeni magad, mert ez egy párbaj, csak éppen egy barátságos párbaj, és nem kell egymást kinyírni. Úgyhogy pontosan egyébként az az oka, ami miatt úgy nem mondom, hogy elment a kedvem, de ami miatt nem... Hogyha már átesnek az előadók nagy része, és így azért tudnánk sok példát mondani, még arról nem is beszélve, hogy kik az újak, és nem is ismerjük őket, hogy nem hiányzik a negatív impulzus az ember életében. Pontosan itt vannak ilyen hülye koronavírusok, meg ilyen Trumpok, meg Floydok, tudod, ilyen különféle. Mindenhol egymástak ugranak az emberek, és pattanásig feszült idegekkel, mind egyébként a közösségi médiában, mind az utcán, a világban kimész, és borzasztóan frusztráltak az emberek, és a gyűlölködés veszi át a főszerepet, és az ember kikapcsolódik, és nyugit akar, és zenét hallgatni, és feltöltődni, akkor nem akarok még azért, hogy amúgy nem akarom, hogy a politika, a fai nézetek, a bármi visszajöjjön a zenében. Tehát nekem ez a real dolog, ami mondjuk a hip-hopnak egyébként az alap, és persze, hogy amúgy a korai amerikai hip-hop ugye arról szólt pontosan ezekről a társadalmi problémákról és nehézségekről, és pont ezáltal tudták ugye megszólítani
az egyre nagyobb közönséget, és ugye most már egy ilyen világméretű zenei stílusról és műfajról beszélünk. Most azt, hogy ugye milyen alműfajai vannak, és persze, minden évben rengeteg alakul valami újabb kis válfaja. Amellett ugye pontosan ez a nagy fegyvere, hogy megszólítja az embereket, és pontosan ezekkel a dolgokkal tudnak azonosulni, de valahogy nem tudom, már nem... nagyon, ezek a világi dolgok, amik tudom, hogy el fognak múlni, akárhogyan is, ezekkel nem akarok azonosulni, és nem akarom a negatív impulzusokat az életembe. Mm-hmm. Persze, ennyi az egész. És főleg úgy, hogy egy rádióban egyébként, ahol extrán értesülsz mindenféle hírről, és hát keresed is a tartalmakat, hogy miről beszél, az is nagyon nehéz egyébként, hogy én most még tegyek hozzá ez a koronavírus félelemhez, vagy ne. Beszéljek róla statisztikáról, hát ne. Vagy ne. Ne. Érted? Mert ahogy meg valahol feladatod az, hogy tájékoztasd az embereket, hogy áll. Mert kíváncsiak rá, mert érdekli őket. Viszont én, ha tehetem, nem akarok róla beszélni. Mert hát figyelj, most ezért sem. Tehát ez megvan a véleményem. Negyedik adás, és így egyszer nem beszéltünk erről a témáról, és én ezt tudatosan is kerülöm igazándiból, pont amiatt, uh-huh. hogy erről eleget hall az ember a online médiában. A világ, igen, a világ ellehetetlenítése, hogyha zenészekkel beszélünk, akkor ki hogy éli meg, az arról lehet beszélni, mert egyébként arra nagyon jó, hogy egy kicsit alázat, hogyha most még erről beszélünk, hogy alázatra tanítja az embereket, hogy az sok isten komplexusos ember, aki azt gondolja, hogy mindent ő irányít, azért egy januárban megmondtad volna, bármikor akkor már sejtettem, mert Wuhanba aztán decemberben indul, de mit tudom én, tavaly novemberben még nem is gondoltál volna arról, hogy úgy figyelj csak, te otthon fogsz ülni, elveszted a munkahelyed, ja, meg hogy igen, most hogy törleszted a hitelt, a szuperautód és a házad, az egész életed a banki, akkor most mi lesz veled? Ja, hogy pánik van, hogy a félelem van. Most azt, hogy kigerjesztette meg az összeesküvés elméletek, ezt tényleg ne is menjünk bele, mindenkinek megvan erről a véleménye. Csak az a lényeg, hogy az emberiségnek talán most ez egy nagyon jó alkalom, hogy észrevegye, hogy nem minden úgy van. Tehát, hogy nem rendelkezünk isteni erőkkel. Illetve hát létezik az a csatorna, és én nagyon jó barátságban vagyok Istennel, de mindenkinek a személyes dolga, hogy mit hisz el, hogy irányítja az életét, de nagyon sok múlik azon, hogy te magad hogy irányítod, és mit hiszel el, és hogy kinek hiszel, és miben. Nagyon nagy káosz és dzsungel ez a világ, és nagyon-nagyon könnyen le tud venni a fókuszt azokról a dolgokról, amit a műsor elején pont ezekről a naturális értékekről, az, hogy itt ülök a... Jó, mondjuk ez most így nem esik jól, ez a napfény, de mondjuk októberben már így pulóverben is ülsz, és szívod magadba a D-vitamint. Tehát az, hogy a családoddal nem érsz anyagi nehézségek között, és annak örülsz, mert tudod, a vágyak azok mindig egy ilyen nagyon fura kényszer helyzetbe sodornak bele, csak ennek így meg kell tudni meghúzni azt a határt, hogy szükségem van rá, vagy nincs. Persze. És ha nincs, akkor ne erőltes. Tehát visszakanyarodtunk, és amúgy egy tehát annyira szép, és annyira szeretem ezt az utat egyébként, amit így a budapesti zajos belvárosból, a nagy nyüzsgésből, a hanyag középpontból, így egy kisváros, aztán egy vidéki kis falucska, és akkor az első kutya, a tyúkok, érted, hogy ja, figyelj már így, eszünk egy rántott, tehát igen, Fanni, hozd be a tojásokat a tyúkolból, hogy tudod, annyira bio, meg öko, meg minden egészség felé kanyarodik vissza a világ, vagy legalábbis van ennek nyilván egy divat része, mert népszerű, és egy plusz árést ezzel rá lehet az öko felirattal bármilyen termékre tenni, de az tök jó, hogy így megtermeszted magadnak a dolgokat, tiszta levegő, csend van, és biztonság van, meg nyugi van. Ja, igen. Hát ugye itt az erkélyen termesztek, van paradicsomom, meg paprikám. De 16-ban vagytok, ugye? Nem, 11-ben. Ja, nem, már vissza a 11-ben. Aha, ja, tényleg ezt már mondtad. Ja, igen. Na, hát ezek itt tök jó dolgok. Igaz, Fancsó? Nézd bele még egyszer.
Mennyi az a tojásokat? Egyébként még egy kérdés, Norbi, hogy jársz templomba? Nem. Nem? Nem, minden embernek megvan saját temploma. A vallás és az egyház az egy kamu. Az Antikrisztus korszakában az egy nagyon megtévesztő dolog, és sajnos, hogyha valaki Istenről és hitről beszél, akkor elsőként ez a megtévesztő dolog ugrik be mindenkinek, hogy a pedofil papok és a pénz biznisz, és az egy nem jó irány, úgyhogy én most akkor így kiugrasztottad egyébként a nyulat a bokorból, de nagyjából azért ilyen témában elég sok szöveget fogok írni, és tényleg itt a tojás. Kicsit kaks is, de majd lemossuk, mielőtt feltörjük. Igen, tehát nem akarok megbántani és ítélkezni sem, nincs jogom, de az egyháznak és a vallásnak nevezett biznisz gépezetből egyetlen egy dolog hiányzik, azt, hogy nem ismerik az Istent. Uh-huh. És beszélgettem, hogy az eladósodás és a hanyaggal kapcsolatos melkas nyomasztó dolgok. Olyan csodák történtek az életünkben, ami terelt egy úton, és most már azért úgy elég sok ilyen csodának vagyunk részesei, aminek hatására elkezdett érdekelni az, hogy gyakorlatilag ugye a Biblia az mit is ír. Szerencsére van egy csodálatos szellemi vezető, aki segít abban, hogy tudjuk értelmezni az ott leírtakat, és hogyha és meg is reppeltük, hogy ugye nincs az élethez egy ilyen tutoriál könyv, hát akkor azt egyébként annak tartanám. Szóval nagyon ébred egyébként, illetve ez a jó értelemben vett keresztény hip-hop is, én Tibest egyébként megemlíteném, hogyha nem hallottál róla, akkor hallgass meg. Bár azért ő nagyon mély víz, amit reppel, tehát azt így még nem nagyon értik az emberek, mert nagy a kontraszt, de nagyon-nagyon jó. Éledezik egy olyan vonal, ami egyszerűen így szeretett legyen a lényeg gyakorlatilag, és erre épüljön minden. Hogy az egész világot igazából ez mentheti meg. Mert látod, a héterkedés az nem vezet sehova, és a világban ezek az őrületes kalamajkák, és fókuszálsz a félelem gerjesztő dolgokra, meg hát a hírek, amiért ugye mi is felelősek vagyunk, a média, de még mindig ott van az a felelősséget, hogy azért úgy kiszűrheted az pontosan információkból azt, amit amire ténylegesen szükséged van. Jó, de majd erről beszélünk egyébként, amit kérdeztél, tök hogy kérdezted, ezek szerint azért vannak egyértelműen arra utaló jelek már esetleg a szövegeimben, amik, hát amik alapján. Az igaz beszédben volt azért egy-két olyan részlet, ami így, tehát hogy így elsőre így nem ütötte meg úgy így a fülemet, de hogy ezt gondoltam, hogy ezt mindenképp megkérdezném így most így a beszélgetés során, és azért egy-kétszer már így most is így mondtad, hogy utaltál ezekre ugye a témákra, ez a kicsit ilyen vallási vonalra, és azért is mondtam, hogy ezt most megkérdezem, hogy ez akkor most ez valamilyen konkrét vallási vonal, vagy pedig ez ilyen sokkal inkább spirituálisabb, mert most nekem inkább spirituális ilyen Isten hívő vonal, inkább így nevezném, mert a vallás és az egyház az egy kamu, az egy félre szaladt valami. Megvolt annak a szerepe és a célja, és beivódott az embereknek rutinszerű, hogyha egy példát hagyd mondjak, amivel a napokban találkoztam, volt egy olyan sajnálatos öngyilkosság Budapesten, ahogy leugrott valaki, és ráesett egy anyukára. Oh. Ezt olvastad? És meghalt, és ott a család, meg a gyerekek, borzasztóan erős az apuka, így nyilatkozott, hogy nem is érti ezt az egészet, és nem hiszi el, hogy ilyen történet, és tudod, a kommentek között ilyet, nem csak ez az egy dolog, a koronavírus, vagy bármi kapcsán, ami negatív, hol van ilyenkor az Isten? Tudod, ez most lehet, hogy nem a legjobb hasonlatot fogom, de tudod, ott vannak egy mentőállomás. Hogy ha baj van, akkor szólíts meg, és segíteni fog. Uh-huh. A mentő az nem jár, nem, tehát nincsen olyan készültség, hogy jó, ott valaki ugrik, gyorsan kapjuk el rá, ne essen. Tehát érted, mit akarok mondani? Hogy, uh-huh. hogy,
megvan az az Istennel a kommunikációnak az a formája egy spirituális módon, ami rendbe tudja hozni az életed. És felelősíteni úgy, ahogy az emberiség egyszer ugye már szabad kezet kapott, és ugye csináljátok azt, amit akartok, az emberek generálják maguknak, és csinálják ezeket a kellemetlenségeket, amit a világban látsz, és ami káosz. De bárkit érdekel, akkor a telefonszámom 0620. Nem, sok infó van, és most én egy olyan folyamatnak az elején állok, ami borzasztóan érdekel, hiszek benne, egy nagyon jó spirituális kapcsolat, egy nagyon jó dimenzió, egy nagyon működő dimenzió, és az egyetlen egy útra sikerült ráfordulni. Úgy érzem, hiszem, és tudom, amit nem látsz, azt nehezen hiszed el. De mondjuk az elektromos áramot se látod. Tehát azt mondom, hogy figyelj, Krisztán, itt ez a vezeték, egész különleges élményben lesz, ha megfogod, mi fog történni? Nem látod. Igen, és hogy energiák. Csak nyilvánvalóan ezek ilyen, azért sokkal nagyobb energiáról van szó, de megvan az a csatorna, ahol tökéletesen lehet kommunikálni, és az életed javára válhat, hogyha elhiszed ezt a jelenlétet. Én inkább azt mondanám, hogy tehát energiákról van szó. Tehát nem is az, én nem nevezném ezt most így, hogy nem tudom, Istennel jóba vagyok, vagy nem tudom, vagy hogy barátság vagy akármi, hanem inkább tényleg olyan, hogy energiák vesznek körül, pozitív és negatív energiák, és ezeket te tudod kontrollálni, neked kell kontrollálnod, és pontosan ez, amit mondasz, hogy, tehát, hogy nincs olyan, hogy így most hol volt az Isten akkor, mikor ez a szörnyűség történt, hanem ez reális. Valaki úgy döntött, hogy leugrik, ott volt valaki, figyelj, ez most így ezek mi, egy döntés. Érted? Szóval, hogy ez sajnos nem lehet ide más ebbe belemagyarázni, ez nem kell ebbe más belemagyarázni. De egyébként igen, értem, és ez már az első fok, vagy ez már egy jó dolog, ha valaki tud egy picit a spiritualitásban hinni, hiszen azért nekem is az azért ez már hosszú évek óta, vagy már egy ideje azért foglalkoztat, és már az életemnek egy része volt, de mondom, most olyan dolgok történtek, ami kicsit konkrétabbá tette ezt az egészet, és bárkinek szívesen beszélek erről, illetve hát majd jönnek a aktuális lesz, akkor storytell dolgok egyébként. Majd. Na, tök jó. De abban mondom el, mint Jimmy. Ő volt az. Látod, ott is volt egy... Csináltuk egy adást. Mondja, bocsánat, mondja. Nem, majd. Ott is volt egy rossz döntés, egy rossz after. Ja. Hogy... Most... Bocs. Semmit azt akartam mondani, hogy csináltuk egy olyan adást, akkor meghívom még Szájidot is, és akkor ő is benne van elég erősen ezekben a spirituális témákban. Egy más konkrétan szemszögből. A buddhizmus szemszögéből. Szemszögéből, így van, és akkor össze is ereszthetlek titeket. Vitatkozni, ez nem... De ez nem is vitatkozás. Lényeges. Ez nem vita, mindenki elmondta, hogyha saját tapasztalatait mondjuk, az jó, de én mint ahogy az előadók megválogatásával, hogy te kivel közreműködsz, az is egy saját döntés. Nyilván ez is, én nem akarnám rád beszélni ezt, vagy bárkire. Persze. De biztos, hogy tudnék olyan sztorikat, nem is sztorinak nevezni, csodákat, megtörtént dolgokat mondani, amik felkeltik az embernek az érdeklődését, és talán vonzóvá tehetik azt, hogy tényleg, nem kerül pénzbe, ingyen van, próbált ki az ismereteket egyre inkább ásd magad a mélyre az infóknak is, és egy nagyon, nagyon különleges, csodás kis világ ez. De hát mondom, egy útnak az elején járok, ami az elkövetkezendő idők zenei mondani valóját is meg fogja határozni. Tök jó. Hogyha kell beat, akkor szólj. Bármilyen mennyiségben. Tényleg, van már új beatpakkot, nyomhatsz. Van. Akár nagyon nagy szeretettel elfogadom, de hát tudod, mi az irány. Tudom, persze. Nem a borongós panel, és nem bántok senkit, csak tényleg. Jaj, ide kanyarodunk vissza, elkezdtük, hogy
Hogyha most már ilyen lezárósban vagyunk. Ja igen, víteket, hogy azt várom sok szeretettel, kellemes hangvételőket. És hogyha már ilyen lezáró részen vagyunk, akkor azt tanácsolnám, azt javasolnám, hogy ne akarjál belemászni a másik ember aurájába, ne akard megmondani, mit gondoljon, mit csináljon. Kicsit úgy mindenki szálljon magába is, és azt gondolom, hogy lehet ezt a világot úgy is értelmezni, és úgy is megélni a napokat, hogy szereted minden pillanatát. Nagyon jó. Nagyon kedvellek, Kaskó. Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a csodálatos kis beszélgetés sorozatnak, még így egészen az elején. Nagyon király. Én is köszönöm szépen, hogy megírtad az igaz beszédet, arra a csodás kis beatre nagyon szép szöveget. Tehát hogy így egyik kedvencem arról a lemezről. Örülök. És hogy pont jó ez a message, az, ami itt átjön, ez nekem is nagyon szimpatikus, tényleg ez a pozitív hozzáállás is. Jó úton jársz akkor, Krisztián. Nálam is így kezdődött. Nem, tényleg örülök, és hát ízom benne, hogy tényleg nem ilyen porszívó ügynök módjára, de egyébként azért egy nagyon csodálatos világ az, amiben igyekszem majd bevezetni a hallgatókat. Köszönöm ezek is, csaj is. Na, üszi mindenkinek, szeretet legyen. Tehát ez volt az adás Big NOR-rel, a.k.a. Norbával, a Kriminálból. Remélem, hogy is bejött ez a jó kis beszélgetés. Én nagyon élveztem felvenni egyáltalán. Meg én is kaptam egy jó update-et, hogy mivel foglalkozik NOR manapság. Nyilván ez a Paks FM-es téma, ez azért már egy ilyen tudott dolog, de úgy egyáltalán, hogy mi történik vele, és nem de a lényeg az, hogy ha eddig végignéztétek, akkor tudjátok, miről vakerálok. Ne feledjétek, minden pénteken 22 órától Spinfire Rádió, kivétel természetesen most, ezután az adás után egy órával, vagyis egy kettővel 22 órától most vasárnap, tehát ma lesz még egy adás, és a következő heti az meg már megint péntektől lesz, vagyis hogy pénteken lesz 22 órától. DJ Frequent megint becsatlakozik, és nyomunk egy Queens, New York Queens specialt. Úgyhogy érdemes azt is csekkolni, úgyhogy két hét múlva pedig jön a következő podcastkodás. Köszönöm szépen a figyelmet, és big up, peace!